hazai raliban az elmúlt években egyre inkább kikoptak a szakág eszenciáját adó murvás versenyek. Ebben a tekintetben a fehérvári ralik az állandóságot képviselik, nem hiába lett az évadnyitó is az idei verseny. A Butor Robert Tagai Robert 2-s ezúttal is dominált, hiszen az erőtös autókhoz képest jóval erősebb Citroën C3 WRC-vel versenyeztek ezúttal is, de ahogy lenni szokott, a cél előtt Butor kiszállt a versenyből, hogy ne szóljon bele az OB versengésbe. Versengésből volt bőven már az első napon is. A nap nagy vesztese a Turán Frigyes Farnadi Ágnes páros volt, mivel Volkswagenjükben eltörött az egyik féltenge, így a harmadikról a hetedik helyre csúsztak le. Mindeközben a Fehérváron korábban két sikert is arató Vince Ferenc és navigátora Perce Nándor az R5-ös Skoda Fabiával stabilan a második helyen autóztak a Királyszent Istváni és a Lőtéri pályák után. Levezetésként szombat este óriási érdeklődés övezte a Palotai úti szuper speciált, ahol a teljes mezőny felvonul, stílusosan sokszor kilincsel előre. A vasárnap meglepetéssel kezdődött Vincéék rossz gumi választása miatt. A László Martin Berendi Dávid páros előzte meg őket, de a várpalotai, iszkai és tési etapokon még hátra volt a legnagyobb meglepetés. Az első napot az ötödik helyen záró Rangáék Butorékon kívül mindenkit maguk mögé utasítottak, és az utolsó három gyorsaságén meg is tartották pozíciójukat, így megnyerték a Székesfehérvár rallit Vincéjék és a velencei Ádám Vánsza Zsolt kettős előtt. 4,5 éve indultam utoljára ORB futamon, azóta egy más kategóriájú kisebb autónk volt. Nem számítottunk erre az eredményre, problémás volt a felkészülésünk, minden este 10-ig a műhelyben volt az egész csapat, de nagyon jól sikerült beállítani a versenyautót, iszonyatosan jó volt az összhang a Janekkal, nagyon jó itinert írtunk, minden klappolt, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Ranga Péter 6 év után pályája során másodszor nyert összetettben OB futamot.